Igen. Tehát az elkészített, hűsített zöldséget, az alginátot keverünk, majd ezt a folyékony állagú zöldségfürét kalciumfürdőbe helyezzük. A kalcium hatására fogjuk elérni, hogy egy burok képződjön a folyadékfázis körül. Néhány perc után a kalciumfürdőből kivesszük, és desztillált vízbe leöblítjük róla a felesleges kalciumot. Jó, Magdi anyja! És az alginát mennyire tekinthető természetes anyagnak? Hát ezek az adokból mondják ki, a legfogászatokból, tehát előzetesen ez egy teljesen természetes anyag, nem mesterséges. És mennyi időt kell várni, amíg kivehetjük ebből? Egy-két-három percet érdemes várni, biztosan kialakulja. Ha túl sokáig marad benne a kalciumba, előfordul, hogy ez egész átkeményedik. Tehát ez megint élelmiszerektől függ, hogy melyik milyen szerkezetű. Így mi úgy tapasztaltuk, hogy egy ilyen 2-3 percig tartjuk meg a fürdőt, akkor a közepén még folyik. És képből lesz kemény? Már stabil, akkor ott nem repet meg később, el tudjuk tartani, nem folyik szét, tehát egy tartós forgot tudunk ezt a körülötte. És ez itt tárolható hűtőben is mondjuk? Hát egy-két napig, de tovább semmi szín alatt nem ajánlom. Tehát ez egy látványkonyha, ez egy érdekesség. Otthon vacsora gyerekeknek föl lehet dobni, barátoknak érdekességet megmutatni. Tehát akkor most a desztillált vízbe kerül. A desztillált vízbe, ebbe csak leöblítjük, és utána végig is fogyasztható. Köszönöm szépen.